Az eső sem riasztotta el a családokat a gyereknap ünneplésétől Sátoraljóújhelyen. Volt, aki még arcot festett, de több asztalnál is ügyeskedtek a gyerekek és a szüleik a rossz idő ellenére. A további programok viszont már a Sátoraljóújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban folytatódtak. A pandémia miatt 2 éve a gyereknapot sem tudták megszervezni. A kedvezőtlen időjárás miatt bekényszerültünk ide a művelődési központba. Nyilván itt a létszámban egy kicsikét a érdeklődésben egy picit visszafogja a nézői létszámot, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok gyerek most már úgy mondhatom, hogy szállingózik be ide a színházba, és hát folytatódtak a programok. Nagyon örülünk, hogy most az idén már újra meg tudtuk ezt szervezni, hiszen ez is, mint oly sok program, 2 év kihagyás után került megrendezésre. Most itt a Latabár Színházban folytattuk a programot, kell mindig egy B-terv, egy esőhelyszín. Polgármester úr köszöntötte itt a gyerekeket, illetve a szülőket. Szamos Völgyi Péter Sátoraljóújhelyváros polgármestere köszöntője után a gólyalábas kert csinálók szórakoztatták a gyerekeket nagy sikerrel. Mi a kert csinálók társulattól vagyunk tulajdonképpen. Hát most már 7 éve foglalkozunk ezzel, és tulajdonképpen nem is tudom, hogy hogy jött ez az egész nekünk. Egyszerűen csak így láttuk, és így megtetszett, és azt mondtuk, hogy mi ezt ki akarjuk próbálni, és azóta így beleragadtunk ebbe az egészbe, így csúnyán szólva, mert szeretjük és imádjuk, szeretünk nagyon a gyerekekkel foglalkozni, szeretünk minden olyat, amivel be tudjuk vonni az embereket, és egy kis vidámságot tudunk csinálni az ő életükben, mert ezekben a szomorkás napokban, ugye akár most, hogy esett az eső, meg minden ügyelvek, legalább ennyi vidámságot tudunk csinálni az embereknek ugye mindennapjaiban. A lufi hajtogatás után bábszínházat láthattak az érdeklődők, a Csizmás Kandúr meséjét elevenítették meg a színészek, majd egy kis szünet után a 90-es évek üde színfoltjaival, Papritával és Bodnár Attilával bulizhattak a családok. Paprita elmondása szerint soha nem gondolták volna, hogy több éven keresztül fog rájuk emlékezni a közönség. Én részemről itt elsősorban magamról beszélek, de tudom, hogy Attilánál is hasonló a dolog, hogy amit én belülről érzek, nekem az az öröm, hogy én adni szeretek. Tehát kimegyek a színpadra, és akkor azt, ami bennem van, azt az örömöt, hogy én most boldog vagyok, hogy itt vagyok, azt át szeretném adni. És amikor visszajelzéseket kapok, nekem az a tökéletes boldogság. Tehát nem volt ez a fajta elképzelés, hogy most akkor ne felejtsenek el. Viszont az egy csodálatos dolog, hogy amikor most megyünk bárhova fellépni, jönnek ilyen 35-40 éves felnőttek, hozza a kicsi gyerekét, és akkor elmondja, hogy hát én úgy szerettem ezt, és olyan jó volt. A rossz idő ellenére is egy színvonalas műsort láthattak az érdeklődők, így sikeresen zárult a Sátoraljóújhelyi gyereknap.